Zokni csatával vették be az egri várat a gyerekek a Dobó István Vármúzeum napközis táborában, míg az egyik csapat a védekezésre építette a játékát, a támadóknak egy zászlót kellett megszerezniük. A játék rendesen próbára tette a harcosok fittségét, hiszen akit eltalált egy-egy zokni bomba, 10 fekvő támasszal vagy guggolással válthatta ki magát. A Dobó István Vármúzeum az Európai Uniós táborokon kívül 6 napközit indított idén. A foglalkozásokra 3 héten át várták a gyerekeket, akik új ismeretekkel gazdagodtak. Azért ért a Gárdonya Géza az egri csillagokat, mert mindig faggatták a gyerekei, hogy meséljen Barna Missza Gergelyről, meg a vár történetéről, ezt még nem tudtam. A várműhelyben egy néprajz, illetve 2 alkotótábor várta a gyerekeket, akik a különböző szentekhez, például Erzsébethez kapcsolódó foglalkozásokon is részt vettek. Visszamentek a szobába, ahol Erzsébet fogadta őket, és akkor nem mondott semmit a király, csak oda ment az ágyhoz, elhozta, és ott volt a ő úruk, Jézus, és akkor ezt próbáltuk így lerajzolni. A táborokban a vár történelmével, a kiállításokkal, illetve azok különleges darabjaival ismerkedtek a fiatalok. A szervezők arra törekedtek, hogy a muzeológiát izgalmasan, élményszerűen mutassák be. Igyekszünk a szőszmötölőknek is, a játékosoknak is, a szaladgálóknak is, a harciasoknak is, és a minden iránt érdeklődő gyerekeknek is kielégíteni az igényeit, és izgalmas, élménydús, akciódús táborokat szerveztünk. A táborozók egy misztériumjátékkal is készültek, amelyhez a maszkokat, díszleteket is ők készítették.